Start! Start elindult a nap harmadik futama, a Kammasöldi hatan voltak ott az autó mögött, Szirán Erge egy pillanatra bizonytalan volt, de most már rendben van, a leggyorsabban pedig Amadeusz Ryan kezd Varga Sándorral, és egyelőre magára vállalja a vezetés mögé. Classic Boy zárkózik Dulcene, de a Tobozó kívülről pedig hiába indult a második sorból belülről, Sikors tud felérkezni nagyon jó helyzetben, de a többiekre sem lehet panasz, elég hamar 3-2-es fogattá rendeződik a Kammasöldi mezőnye. Az éle még mindig Amadeusz Ryan, illetve Classic Boy párosát láthatjuk akkor, amikor nagyjából még olyan 1350 méter van hátra a futamból. Mögöttük jön Dulcene de Tobozó, mellette pedig Csikós színei látszanak. Csikós mögött Cyrano Ergé, az, aki jól tartja magát, és a szélső beső Démosz is egyelőre tudja tartani a lépést a többiekkel. Együtt a mezőny akkor, amikor egy kör van még hátra a futamból. És 3-2-es fogatot láthatunk versenyezni. Egyelőre nem indít támadást senki, tehát megelégszenek azzal a pozícióval, minden résztvevő megelégszik azzal, amit éppen betölt. Bent a falon Amadeusz Ryan, mellette pedig Classic Boyt láthatjuk versenyezni, aztán Dulcene de Tobozó, illetőleg Csikós a következő párosunk, majd pedig Démosz, illetőleg a favorit Cyrano Ergé zárják a sort. Egy kicsit ott kikandikál Cyrano Ergével hajtója Vekas Zoltán. Lehet, hogy itt az istáló egyenesben majd megindít egy támadás, minden esetre most már előrébb tudott menni, de ugyanez igaz Csikósra is. Az élenlévő kettős pedig nem változik, az az Amadeusz Ryan, illetőleg Classic Boy versenyeznek az élen. Aztán pedig láthatjuk Dulcene de Tobozót, illetőleg Csikós, tehát igazi változás nincs. Annyi van, hogy kimegy harmadik spurba támadó helyzetbe Cyrano Ergé Vekas Zoltánnal, és megindít egy hosszúnak tűnő támadást. Izgalmas lehet a finish, továbbra is viszonylag közel egymáshoz a mezőny. Amadeusz Ryan mellette Classic Boy, Csikós és Cyrano Ergé kívülről próbálnak jönni, és bent a falon versenyző Dulcene de Tobozónak is komoly beleszólása lehet, akár még a dobogós helyezésekért folytatott harcba. A finishre fordulva Classic Boy gyorsítani látszik, és egyértelműen most már vezet, Csikós is viszonylag frissen jön, és lesz is majd útja támadni Cyrano Ergé, bent a falon pedig Amadeusz Ryan 100 méter van hátra, Classic Boy előnye nagyjából másfél osz Csikóssal szemben, Classic Boy, Csikós, Cyrano Ergé, jön mögék Dulcene de Tobozó, Classic Boyt azonban nem verik meg Goran Zolnaival, Classic Boy a győztes, mögötte Csikós lehet majd a második, harmadik helyre jön Cyrano Ergé, Dulcene de Tobozó közel van a döntősökhöz, Amadeusz Ryan és Démosz pedig az ötödik, hatodik.